Európa gyönyörű kisvárosainak látványa, az óvárosi utcácskák nyüzsgése és a sokféle építészeti stílus is megjelenik Dévényi Dömötör fotóin, amelyeket a Kisfaludi Galériában láthatnak az érdeklődők. 16 ország, 32 helyszín, mindezekből 42 kép látható a napokban megnyílt tárlaton, amelyen Molnár Judit önkormányzati képviselő, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke köszöntötte a művészt és a megjelenteket. A fotókiállítást professzor Gétót László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora nyitotta meg, és ajánlotta a közönség figyelmébe. Dévényi Dömötör az Újbudai Fotókör tagja, Budapesten él, de a nyarakat itt Balatonfüreden tölti. Fiatal kora óta sokat utazik és szenvedélye a fotózás. 2005 óta digitális géppel dolgozik. Ez a 20. önálló kiállítása és a 75. születésnapját is ünnepelte a tárlattal. Fiatal korom óta nagy kedvel járom Európa városait tulajdonképpen. Hát voltam már más földrészen is, de ez a kedvencem. Végül is olyan csodálatos környezetben vagyunk, hogy ezt jobban meg lehetne becsülni, mint ahogy ezt mi tesszük. Én azt gondoltam, hogy a fotókkal erre is fölhívom a figyelmet, hogy nem csak a nagyvárosoknak vannak Eiffel-torony, meg Kolosseum, meg Big Ben, hanem vannak a kisvárosokban is nagyon sok érdekes és szép dolgok, és ezeket szeretném megmutatni úgy, hogy a közönségnek egy jó benyomás, egy örömteli szituáció legyen a befogadóban. Az építészet nagyon fontos a mi természeti környezetünk szempontjából. Ebben élünk, ebben mozgunk, ezt látjuk naponta. Ha ezek valami lehangolt vagy egységes, ilyen formalizált városok, mint ami készültek ugye a szociál időszakban, azokban nem érezzük jól magunkat. Viszont Európában évezredes történelme van annak, hogy milyen építészetek van. Én nem csak építészetek tettem ide egyébként, mert ott van például a matuzsálemi fa, ott van például a Budapestről is egy képet hoztam, mert Budapest és Magyarország is Európa Unió része, mégpedig a legmodernebb épületünk a zeneháza. Annak egy ügyes beállításban úgy érzem, hogy megérdemli a kiemelést és a hangsúlyt. A látogatónak rögtön feltűnik, hogy a képeknek nem csak címe van, de egy kis versike is tartozik hozzájuk, ez a haiku. A haiku egy japán versforma, szigorúan kötött, három sorból áll, 17 szótagból, mégpedig ott is szabályozva van, hogy az első sor 5 szótag, a második sor 7 szótag, a harmadik sor megint 5 szótag. Ezek nem feltétlenül rímelő sorok, de van egy csattanó mondani valója, főleg a utolsó, a harmadik sorban. Ezek a haikuk, én úgy érzem, hogy emelik a képeknek a mondani valóját, színvonalát, mert nem csak egy képcímmel utalok arra, hogy mit látunk, hanem egy kicsit hozzátesz ahhoz, hogy ezt hogy is kell értelmezni, milyennek a hátsó gondolatvilága. Három alkotó társam dolgozott velem együtt, akik a sok-sok képet, több mint 200-ból választottuk ki a kurátorral, Kozma Ceciliával, ezt a 42-t, és akik a haikut készítették, szintén hozzátettek, hogy na, ehhez egy jót lehet írni, és így alakult ki végül. A kiállítás megnyitóján a Ferencsik János Zeneiskola zenészei működtek közre, de fellépett a Balatonfüredi Senior Örömtánc csoport is. Dévényi Dömötör képei Európa városairól november 30-áig láthatók a Kisfaludi Galériában.